Évelején írta ki a Trianonhoz kapcsolódó diákpályázatát a Periférián Alapítvány. A felhívásra nyíregyházi iskolások mellett Székelyföldről, Felvidékről és Kárpátaljáról küldtek dolgozatokat. A járványhelyzet miatt csak most szeptember elején kerülhet egy sor a díjátadóra. Periférián Alapítvány már évek óta gyakorlatilag a helyi, megyei, illetve városi helytörténeti dolgokkal kiadványokat szerkeszt és rendez. Most a Trianon 100 éves évfordulója alkalmából a Takács Péter tanár úr kezdeményezésére kiírtunk egy pályázatot. Mit jelent számomra Trianon címmel a középiskolásoknak és a felsőoktatási intézményben tanulók számára? A Móricz Zsigmond könyvtár, a megyei levéltár és a Józsa András Múzeum szakemberei bírálták el a 16 pályamunkát az ötletgazda történésszel együtt dolgozva. Színvonalasak, de szubjektívek. Elsősorban határon kívüli tanulók pályáztak, és családjuk, szüleik élményeit mondják el. Ezek megkapóak, emberiek, érzelemhez is szólnak, jó színvonalon megért dolgozatok. Sajnos a határon belül élő emberek elfelejtették már, hogy 1920-ig Magyarország szinte megtöltötte a Kárpát-medencét. Trianon előzményei és következményei határmenti szemszögből. Ez a címe a Mozaikok történelmi sorozat legújabb kötetének, mely országgyűlési képviselők véleményét összegzi. A levelek elé a szerkesztő dr. Takács Péter írt terjedelmes bevezetőt. A határon túlról a járványveszély miatt nem érkezhettek díjazottak az eseményre, így a középiskolás kategória nyíregyházi első helyezettje Nagy Evelin, az Rényilona gimnázium diákja képviselte a versenyzőket.